Egyenlőre korai lenne azt mondani, hogy a szeszélyes téli idő rossz hatással lett volna az idei termésre, közölte Rácz Imre 35 perc című műsorunkban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének elnöke hozzátette, az eddigi felmérések alapján a gazdáknak nincs oka az aggodalomra. A jelenlegi állapotban megtekintettük itt a hétvégén a több gazdálkodó is a gyümölcsöseket, jelenleg nem látunk még olyan veszélyt, hogy aggodalomra adna okot. Olyan folyamatosan volt a hideg éjszakák, hogy nem indultak be ezek a rügyek még olyan fejlettségi állapotig, ahol kár érette volna, és itt a mi térségünkben nem is nagyon volt, csak ott Nyírmihályi, Nyírlogos környékén, ahol a 10 fok, vagy akár a 10 fokot is meghaladta, a többi településekről azért ilyen 8 foknál hidegebbet nem jeleztek. Akinél mégis kárt okozott a fagy, az a március 31-ig bekövetkezett fagykárt április 15-ig jelentheti be. Fontos, hogy a kárbejelentéshez szükséges a terület alapú támogatás előzetes megigénylése is, hangsúlyozta Rácz Imre, aki kiemelte, amíg télen a fagy, addig nyáron a jég okoz jelentős károkat. Ez utóbbi ellen jelent védelmet a hamarosan kiépülő jégkár elhárító rendszer, amely a közeljövőben országos lefedettséggel működik majd. A rendszer kelet-magyarországi régiós központja Balkányban lesz, ahol nemrég tették le a vezérlő épületének az alapkövét. Rácz Imre kiemelte, bár az épület májusig valószínűleg nem készül el, a jégkár elhárító rendszer kiépítése viszont olyan jól halad, hogy annak működése május 1-től elindulhat majd. Arról az Agrárgazdasági Kamara már régebben, előzőekben gondoskodott, hogy a májusi üzembehelyezés az nem fog elmaradni. Jól állunk itt a 275 talajgenerátor tartozik ehhez a régióhoz. Szinte 20 kivételével már ezek a talajgenerátor tárolók mindenhol a helyszínen vannak, illetve 20 olyan helyiség is van, ahol már a próbaüzem is megtörtént, folyamatosan töltik fel ezeket a telepeket, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a május 1-i indulásnak nem lesz olyan akadálya, ami gátolná ezt az üzemeltetésnek a folyamatosságát. Rácz Imre hangsúlyozta, a jégkár elhárító rendszer kiépítése 1,8 milliárd forintba kerül, az éves működtetése pedig 1,5 milliárd forintot tesz ki. Mint mondta, ez azonban a gazdáknak nem kerül semmibe, ugyanis a telepítést pályázati forrásból, a működtetést pedig a kárenyhítési alapból finanszírozza a kamara. Rácz Imre arra is felhívta a figyelmet, hogy a jégkár elhárító rendszerrel közel 50 milliárd forint értéket lehet évente megvédeni.